Tudod, az miatt föl bennem, hogy amikor egy apuka csinál valamit, mondjuk hétvégi háznál ott valamit a műhelybe csinál, vagy szereli a kocsit, vagy valami, akkor sokszor van egy kisgyerek, egy gyereke, az oda megy, és ott fontoskodik, hogy ő is szeretne valamit csinálni, valami fontosat, valamit, amit a nagyok csinálnak, tudod, és sokszor ilyenkor az apuka, hogy elnézi, esetleg ad neki a kezébe valami játékcsavarhúzót, vagy esetleg megkéri valami kis feladatra, tudod, hogy de igazából nem sokszor amit csinál a gyerek, az inkább minuszba megy, még inkább zavaró, de mégis az apuka elhordozza, vagy megkéri valamire is, persze, ami nem életveszélyes, és fontoskodik a gyerek, kisgyerek. Szeretne ő is. Most tudjátok, az jutott eszembe, hogy mi is sokszor talán ilyenek vagyunk kicsit, hogy mi is fontoskodunk Isten munkájába, tudod, hogy mind a viccben, hogy hallod Jumbo, hogy dübörgünk, amikor a kisegér az elefánttal megy át a hídon, tudod, és ilyen miniszter, olyan szolgálat, tudod, és azt mondja az Úr, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Tudod, tehát mit tudunk mi az Isten dolgairól? Mi az ember tudása? A világegyetem tudásához képest, Isten bölcsességéhez képest. Ráadásul a Biblia azt mondja, hogy amit kaptunk, azt is úgy kaptuk ajándékba, tudod. Hogy ki vagy te ember, kevés, hogy a Petőfi írja, hogy kevés ember, mivel kevékedel, minek kevékedel. Tudod? És jönnek az emberek, fontoskodnak, címeket agatnak magukra, apostol, vezető lelkész, Isten embere. Tudod? És akkor persze, ez benne van az emberbe, érted, hogy pozíciók. Meg jó, most egy nyilván valaki ténylegesen mondjuk egy lelkész, akkor az nem feltétlenül baj, azt mondja, hogy egy lelkész. Csak tudod, sokszor ez olyan, mint amikor tényleg ott sertepert élünk, és tényleg Isten munkatársai vagyunk, meg minden, de ne gondoljuk már azt egy pillanatig se, hogy mi ízeljük a passzát szelet, érted? Vagy hogy onnét jön ki a napfény, tudod, hogy hátrafelé világítol a sötétbe, tudod? Tehát lássuk már be, hogy mesztelenül jöttünk be a földre, ugyanúgy mindenki egy kis porba purcantó volt, egy ugyanúgy bekakít mindenki, senki nem úgy érkezett a földre, hogy és még ha van is tehetséged, talentumod, nem kell beképzeltnek lenni, meg tudod, hogy fontoskodni, tudod, hogy te csinálod itt, te vagy itt a gépezetben, aki te faszát szeletsz, fújod hátulról. Nem. Itt igazából, ha beállított Isten az ő munkájába, adja hálát, ez kegyelemből van, az Úr ezt megáldja. De tudod, aki magát fölmagasztja, ez megaláztatik. Amikor egy szolgáló úgy néz ki, hogy a Gőgös Gunnar Gedeon címlapján is ott lehetne, tudod? Olyan büszke, olyan gőgös. Az én minisztrim, az én gyülekezetem. Tudod, most is hallottam nemrég egy embert, mondta, hogy az én gyülekezetem, ide jársz hozzám. Az én gyülekezetem. Tudod, nem akarok festésen szólni, és földi, meg kétértelmű, de engedtessék meg, hogy nem a tiéd az a gyülekezet. Mi a tiéd? Még az se tiéd, ami kijött hátul, tudod? Már elnézést. És ne kevékedjünk már. És nem kell állalázatosnak se lenni szerintem, hogyha valaki meg állandóan megjátsz ezt, hogy jaj, én nem a nalázatos vagyok, jaj, én nem merek, én nem fogok imádkozni gyógyulásért, meg hát ki vagyok én, hogy imádkozzak, hát azt se tudom, hogy most nekem van egyáltalán üdvbizonyosságom, mert azt az ember nem tudhatja, hát csak a jó Isten tudja a dolgokat, hát nem ilyen vallásról beszélek, nem erről beszélek. Ez meg a másik hülyeség. Amikor olyan alázatos vagy, hogy amit
mennyi apukád kirak eléd ételt, vagy meghív valamire, és nem fogadod el. Az olyan, mintha van egy gyerek, és az édesapja, vagy édesanyja megkínálja, hogy gyere, főztem neked, kóstold meg, és jaj, én erre méltatlan vagyok. Te ilyen gyereked lenne, elvinnéd az orvoshoz. Hogy én méltatlan a kajához, amit akarsz neki adni, meg ő méltatlan. Ez meg már a hülyeség, ez már az elvetettség, de a másik véglet meg a Gőgös Gunár Gedeon. És tudjátok, ilyen az ember, hogyha az ember... bocsánat. Ha valami az embernek bejön, sikerülnek a dolgai, és jól mennek a dolgai, akkor rögtön már olyan büszkén, ugye, mint ahogy... van is az a mondás, hogy csak az üres kalásznak van fönn a feje, vagy hogy van, ami tele van, az meghajlik, vagy hajlik. Tudod, a gőgös ember nem arra gőgös tudám lenni az ember, hogyha bejönnek a dolgai, tudod? Ez mind az én csinálásom. Az én munkám, az én gyülekezetem. Én nekem mennyi munkám van ebben a gyülekezetben, én ezt én csináltam. Mennyi más mindent csinálhattam volna. Lehettem volna vállalkozó, lehettem volna. Most akkor itt, akkor már, ha én vállalkozó lettem volna, akkor most a Hawaii-szigeteken ülnék a jaktomban, nem itt veletek szórakoznék, kutyák, birkák, büdös bogarak. De én nem vállalkozó lettem, mert én szívességet tettem még a jó Istenkének is, hogy megtértem, és itt gyülekezetet vezetek. De húzd meg magad, és kussolj el, vagy dögölj meg, te rohadt. De szeretetből mondom, nem kell a duma, nem kell a duma. Szeretetből mondod, persze. Jaj, ez a nagy szeretet, hogy ki nem csattanjon már ez a szeretettől a bendő tényleg, hogy ezt úgy bírom egyébként. Tudod, amikor mondják, hogy az a szeretet, ami bennem van, meg a Istenben van, hogy az olyan szeretet, hogy igazából az nem olyan, mint a földi szeretet, azt át kell értékelned a szeretetet. Egyszer olvastam is, valaki írta, hogy igazából Istennek nem olyan a szeretete, hogy azt mi nem úgy érzünk, és sokszor úgy érezzük, mintha nem szeretne meg. Hogy ez nem olyan szeretet, ez egy más szeretet. Tudod? Én azt mondom, hogy egy szeretet van. Lehet itt magyarázni, tudod, de te is tudod, hogy ki az, aki ott van, amikor bajba vagy. Amikor bajba vagy, amikor a földön vagy, amikor nem vagy a mocsárba, akkor ki az, aki melletted állt, barátok is, hogy amikor fönn voltál, meg kinézték az érdekeket, hogy pénzt kérjenek, vagy kocsid volt, és vigyed őket ide-oda, vagy ilyesmi, akkor melletted voltak. De amikor már elvesztetted esetleg a munkádat, vagy a helyzetben voltál, eltűnnek. Van is egy ilyen, hogy az utolsó vasamig még voltak barátaim. Mert ilyen az ember. De most tetszett a kivételnek. Úgyhogy csak ez jutott eszembe, tudjátok, hogy ne legyünk már kicsinyesek. Ne legyünk már Gőgös Gunár Gedeonok. Ez nem isteni tulajdonság. Isten nem kicsinyes. Isten úgy szórja. Azt mondja az ige, hogy a napját főzze jókra, gonoszokra. Azt mondja, hogy olyan annyi napfény van, ami sokkal több, mint aminek kéne lenni. Sokkal többet ad a természet, sokkal több gyümölcsöt terem, sokkal több szépséget, mint ami... Tehát nem egy ilyen minimál rendszer van, hogy épp, hogy túléled, épp, hogy annyit csinál Isten, hogy te épp, hogy túléled, és akkor húzd meg magadat, és kussolj a sarokba. Ülj le egyes. nem is, hanem, hogy kegyelem kettes alá, jó, és akkor átmentél. Nem erről szól ez a történet. Halleluja. Nem erről szól, hogy kettes alával átmentél, és húzd meg magad a sarokba, és csak egy megkönyörült hülye vagy. Egy hülye vagy, akit Isten megkönyörült, mert látta, hogy semmire nem vagy jó, és olyan hülye vagy, mint három másik. Nem erről szól a történet. Hanem arról szól a történet, hogy fölültetett
hogy király gyermekké tett és fölültetett és megigazított és királyi családba születtünk bele, és minden a miénk. Azt mondja, minden a miénk, ezért minden, ez a világnak elmúlik az ábrázatja, azt mondja az ige, hogy ha van feleséged, mintha nem volna, ha van munkád, mintha nem volna, te elmúlik, ha van pénzed, mintha nem volna, nem kell ongyrázás. Elmúlik ez az ábrázat, elmúlik a feleségednek is a szép ábrázata, elmúlik a munkád, elmúlik a házad, amit fölépítettél, mintha nem volna, ha a nagy minisztrid van. Mondjuk az is kérdés is, hogy építetted föl. Az is elmúlik. Csak ne úgy emlékezzenek majd rád, mint egy szélhámosra, aki kikényszerítette meg, meg kiénekelte a pénzt, meg megszedte. Ne. Még most fordulj meg. Hogyha elszállt veled a ló, elszállt a sirály magasra, az a ló, az a paci, amin ültél, az kicsit megbokrosodott, és elszállt veled, és már nagy ember, elkezdti nagy ember lenni. Akkor még megtérhetsz. Halleluja. Még megtérhetsz. Nem kell a pozíciódat védeni, még a büszkeséget. Sok karizmatikus vezető is, akik nagy emberek, most bevallnak dolgokat. Elárulják, hogy hülyeséget mondtak, meg a pénzre rámentek. Mesztelenül jöttek, mesztelenül mennek ők is. Nem viszik magukkal a luxuspalotát, meg a jaktokat, meg a repülőgépeket. Nem viszik magukkal. Minden a miénk. Minden a miénk. Tehát most visszatérve erre a gondolatra, hogy azt mondja az ige, minden a miénk. Azt mondja az ige, hogy már mindenem meggazdagodtatok. Azt mondja, mi módon ne ajándékozna minden mi nekünk. De lehet azt mondod, hát jó, ha minden az enyém, akkor miért van az, hogy problémám, hogy kirúgnak a munkahelyemről, hogy üldöznek, hogy ütnek, vágnak, hogy nincs pénzem, hogy figyelj, az is megvan írva, hogy üldöztetni fognak, de minden a miénk. Ez nem arról szól, hogy itt a földön egy kis királyságot csinálsz, és beülsz a luxus villádba, és egyél, így át gyönyörködjél, és halleluja, és mindez az Úrtól van. Bár az ige azt is mondja, hogy a feleséged a termőszülőházad belsejében, és valóban áldott az ember, aki féli az Urat. Az is igaz. De mondom, az is... Azt mondja, van feleséged, mintha nem volna. Most ez nem azt jelenti, hogy úgy viselkedjél vele, mintha nem lenne, hogy nem viszed el magaddal, vagy nem együtt mentek valahova, sehova. De még azt is mondja az ige egyébként, még belkerült ugye, hogy ameddig nincsen neked, akkor ha megtudod, ha tehát aki egyedülálló, az az Úrral van. Akkor arra visel. Tehát akinek meg van, ugye, család, feleség, ugye látszik is, sokszor arra visel idő, gondot, és persze ez azt mondja az ige, hogy egyik így, másik úgy, ha nem vétkezel, ha te megházasodsz. Ezt is mondja az ige. De ez se úgy megy, hogy most te vére mész ebbe, hogy te rágörcsöltél, hogy már ha nekem nem... Tehát persze, de nagyon földies lett már ez az egész dolog, én szerintem. Nagyon a földcentrikus lett sokszor ez a hívőség, hogy, vagy a kereszténységnek ez az ága, hogy milyen munkád van, milyen egzisztenciád van, hogy van, mint van. Figyelj, igazándiból lehet, hogy valaki úgy kapott meg most ténylegesen, és tudjuk, hogy mi van az üzleti világban is, hogy a sógorkoma rendszer, meg minden üzleti életben bevásárolják magukat, vagy családilag pozíciókba, tehát úgyhogy ennyi. Úgyhogy minden a miénk, úgyhogy felültettünk, mindenem meggazdagodtunk ő benne. És aki tudja magáról, hogy ő királyi gyermek, hogy szeretett, és ebben nem tudja megingatni a sátán, mert igazából ebbe akar a sátán megingatni, hogy te Istennek a szeretett gyermeke vagy, ő ebbe akar megingatni. És tudod, ebbe nem szabad meginogni, illetve ez a fundamentum, hogy Isten gyermeke vagy. Gyunk, Isten gyermeke vagyok, mondhatod, és valljuk meg, Isten gyermeke vagyok. Halleluja. És Isten gyönyörködik bennem.
és meg vannak bocsájtva a vétkeim, mert új teremtés vagyok, bűn nélkül. Úgyhogy ennyi.